A tavalyi évhez hasonlóan Kaposszegcsőn idén is megrendezték a falunapot. A rendezvény számos programot kínált a helyieknek és a településre látogatóknak. A rendezvényt szájkőkárt futamokkal kezdték, mely verseny nagy népszerűségnek örvend a környéken, így az idei évben már külön férfi és külön női futamokat is indítottak. A futamoknak köszönhetően a rajongók hódolhattak szenvedélyüknek, a közönség pedig még inkább megismerhette ezt a motorsportot. Az én kocsim volt az első, amit Magyarországon készre elkészült, ő, a második a Szilárdé volt, úgyhogy hát gyakorlatilag ez az egész rendezvény, meg az a szájkőkártos téma, ez úgymond az én gyermekemnek mondom. Úgyhogy nekem nagyon nagy élmény, hogy ilyen sokan vannak már, és az, hogy már németek is jöttek, tehát már nemzetközivé válhatott a versenyünk, és ez mindez 3 év alatt. Ugye első évben 3 kocsival álltunk starthoz, következő évben már 10, de csak 5 fejezték be, most meg már 24-25, már nem is tudom, már követni is lehet. És mondom, a lényeg az, hogy már külföldről is jönnek, érdeklődnek, tetszik nekik, boldogok, hogy itt lehetnek, mi meg boldogok, hogy ők is jönnek, és itt vannak. Ez Amerikából érkezett ez a motorsport is, mint úgy általában a motorsportok. Ennek a lényege az, hogy 1910-20-30-as évekbeli versenyautóknak egy kicsit kisinyített mása, egy szabványos motorral, és akkor a lényeg az még, hogy ugye felismerhetőnek kell lenni az autónak, úgy kell megcsinálni, hogy úgy ránézésre meg lehessen mondani, hogy ez milyen autóra hasonlít. Úgyhogy de hát, ha valaki egy kicsit ismeri ezeket az autókat, akkor úgy be tudja őket határolni. A női, azaz a lady kategóriában 7 versenyző állt a rajthoz. A kiélezett versenyben Kovácsné Hógli témának sikerült elhoznia az első helyet. Az első szájkőkárt versenyen én voltam az egyetlen női versenyző, még 3 éve. Azóta minden évben indulunk. Fiúk most már második autót építették. Mondjuk most pont nem azzal mentem, mert kiesett a kereke, mire sorra kerültem volna. De nagyon kis izgalmas verseny, érdemes jönni. Én nagyon szeretem az ilyen sportokat, offroadozunk is, úgyhogy nagyon ilyen fiús verzióban vagyok. Próbáltam trükközni, hogy mindig ugye elé, hogy ne férjen el, de lányok is ügyesek voltak nagyon. A szájkőkárt futamok mellett Légvára, Körhinta, Dodge Jam autókiállítások nyújtottak szórakozási lehetőséget, de számos fellépő is bemutatta produkcióit, köztük Zoltán Erika, Polgár Peti, NDC Dance Studio és a Vatta Cukorzenekar. Most már a 3. alkalommal rendeztük meg a szájkőkárt futamot. Ez 3 autóval indult 3 évvel ezelőtt, tavaly már 10 voltak, akkor már ment egy női versenyző is, vagy 2, és most pedig ebben az évben külön női futam is lett, és nemzetközi lett, hiszen az olaszok is úgy volt, hogy jönnek, de a németek ide értek és részt vettek a futamon, úgyhogy szerencsére jól sikerült ez, és biztonságban lezajlott. Most pedig kezdődik bent a sátorba a további rendezvénynek a folytatása. Ebben lesz egy táncos műsor, gyerekeknek lesz a Vatta Cukorzenekar, Bolgár Peti egy kis mókát varázsol nekünk, illetve utána Zoltán Erikára bulizhatunk, utána pedig retro party lesz a tornateremben. Gyakorlatilag nem csak a településről jönnek, hanem a környékből is. Hát folyamatosan több száz ember van jelen, de több ezret mozgatunk meg egész nap folyamán. Illetve itt vannak német testvértelepülésünkről, Bitighenyből 60-an körülbelül, 15-en vannak Felvidékről, a másik testvértelepülésünkről, Felsőszéliből, illetve ugye a szájkőkártosok vannak 128-an, a minisekkel együtt, akik részt vettek azon a versenyen, és ők is azért itt vannak, illetve hát ugye a falu lakossága, meg a környék. Ezt támogatásokból, saját forrásból, többségében saját forrásból, illetve nagyon sok az, ami saját szervezés, tehát úgy saját szervezés, hogy vállalkozók segítenek összehozni ezt az egészet, tehát úgyhogy a szervezésben, a pakolásokban, itt a szájkőkárthoz is az elemekbe, a biztonsági kordonokba a környezők adják össze. Az esti retro hangulatot a helyi sportcsarnokban a sztár vendég DJ Szatmár is biztosította. A rendezvény nagy sikernek örvend minden évben, nem volt ez máshogy az idei évben sem. Ahogy maga a szájkőkárt futam is bővült, úgy a falunap teljes programja is színesebb lett az idei évben.